Először szakítottak meg Romániában élvonalbeli futballmérkőzés szurkolóik xenofóbia miatt. A Dinamo Bukarest 10 000 lejes büntetést kapott a Liga egyetlen magyarországi légiósának gyalázása miatt. Bőle Lukács középpályás Kaposvárról igazolt a most középmezőnybeli Csesemese Jashoz. Őt kapcsoljuk most Jászvásáron. Itt van velünk Lukács. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük ott, hogy a Balhés 0-0-ás meccset végigfociszta csütörtökön, és ugye azóta Mikuláskor fontos meccsetek volt a listavezető Astra Giurgiu ellen játszottatok otthon. Teljes volt a nyugalom, hogy ment a játék, minden esetre 1-1-et játszottatok, ami szép, és most a 7. helyen álltok már. Így van, tegnap este volt a mérkőzés itthon. Hát 1-1 lett az eredmény. A játékképe alapján második fél időben igazából nyerhettünk is volna, ami aztán tényleg nagy bravúr lett volna a listavezetővel szembe. Hát nem sikerült, de így is azért szép eredmény ez az 1 pont. Na most Lukács, a nézőtéri magyar gyalázás lepett meg jobban azon a bizonyos Dinamo elleni mérkőzésen múlt héten, vagy az, hogy félbeszakították miatta a mérkőzést? Hát inkább az, hogy félbeszakították miatta a mérkőzést. Máskor is hallottam már hasonló ritmusokat, ugyanitt a Dinamónak az otthonába, de ilyenre még ugye nem volt példa, hogy félbeszakította volna a bíró mérkőzést. Az én megítélésem az, hogy helyesen cselekedett. A pályán egyébként mindeközben teljesen normális volt a légkör, szóval maguk a dinamósok közül volt olyan, aki elnézést kért tőled az incidensért? Mikor lefújta, vagy megszakította a bíró a mérkőzést, akkor a dinamósok nem értették, hogy mi történik, kérdezték, hogy van-e közöttünk magyar, és akkor, amikor mentünk be fel az öltözőbe, akkor ugye többiek mondták nekik, hogy igen, én itt vagyok. Utána a saját csapattársaim is odajöttek, mondták, hogy ne foglalkozzak ezzel, ez nem ellenem szól. Amikor jöttünk ki, a 10 perces szünet után akkor meg egy-két Dinamo játékos is odajött, vállalva veregetett, hogy nyugodtan csináljam csak tovább. Na most egyébként miket kaptál a Dinamo szurkolóktól? A játékostársait fordították, vagy a javát már te is érted románul? Nem, hát ez egy ilyen köztudott mondat itt Romániában, amit szoktak skandálni, ha ilyen magyar ellenes megnyilvánulásokról beszélünk, és ezt már én is értettem. Igazából ezt az legelső mérkőzésemen hallottam, már akkor megtanultam, úgyhogy már akkor megtanították velem, hogy ez mit jelent, és ezt már ott a pályán én már hallottam, megértettem is egyből. Na most ugye a fővárosok végül a lehetséges 5 000 és 70 000 lej közötti büntetési tételből a 10 000-est kapták, ami egyébként átszámítva 700 000 forint. Ezt megfelelő szigornak érzed, vagy akár számítottál volna arra is, hogy mondjuk pontokat vesznek el tőlük? Nem, hát ez egy jelképes összeg igazából. Ha a szünet után továbbra is folytatódott volna ez a fajta idézőjelbe szurkolás, akkor olyan forgatókönyv is előfordulhatott volna, hogy 3-0-ra a mi csapatunk nyer, és ugye mi kapjuk a 3 pontot. Egyébként milyen a Román Liga nézőtéri hangulata úgy általában? Gyakoriak a nálunk már egyébként tűzzel-vassal írtott gyalázkodások, cigányozás, rendbontások, idegenellenesség? Hát szerintem hasonló, mint Magyarországon. Ez az idegen gyűlölet igazából amit én is értettem, hogy ez a magyarok ellen szólt, de ez sem jellemző igazából. Ez volt a második meccs, amin hallottam. Szóval igazából folyamatosan nem találnak meg téged azzal, hogy magyarországi légiós vagy. Ráadásul most eléggé egyedül vagy a ligában, mióta Vas Ádám Kolozsvárról hazatért, illetve a nyáron hazaszerződött éppen a dinamós Kovács Zoltán kapus, meg a haladástól rövid kudarcos karácsonykői kitérő tévő Nagy Oliver. Tehát eléggé magányos vagy, de általában nem szoktak bántani. Nem, általában nem bántanak. Ha bántanak, akkor nem azért, mert magyar vagyok, tehát azért, mert ellenfél játékosa vagyok, ugyanúgy szidják a többieket is, szóval általában nem azért, mert magyar vagyok. A nézőtéri megnyilvánulásokon túl a román foci közvéleményt érdekli a személyed különlegessége, hogy te Magyarországról igazoltál oda? Hát ezt így nem tudom megítélni. Igazából itt Romániában nagyon szeretik a labdarúgást, meg úgy alapvetően a sportokat. Fokozottabban figyelik a hazai labdarúgást, mint Magyarországon.
És igazából ezt érzem én is, hogy itt mindenről tudnak, a médián keresztül, a szurkolók, úgyhogy itt minden kiderül. Na most, miután mindkét ország válogatottja kijutott az Európa bajnokságra, nálunk éppen utána most komoly dilemmák vannak arról, hogy miért esik a Magyar NB egy nézőszáma. Nézőszám tekintetében mi a helyzet nálatok a Román Ligában? Például mondjuk a Dinamo ellen mennyien voltak, és mondjuk most, amikor a listavezetővel játszottatok ezt otthon Jászvásáron, akkor hány nézőtök van? Itt jobb a helyzet itt a nézőszámot tekintve. Hát függ attól is, hogy melyik nap hány órakor játszunk, milyen hideg van, most tegnap -1 fok volt, és hatalmas nagy köd, úgyhogy nem is volt olyan sok szurkoló. Az mennyit jelent, Lukács? Hát ezt most nem tudom megmondani, pár ezer. Tehát kevesen voltak nagyon. Volt olyan meccsem, amikor még jó idő volt, és jó csapat jött hozzánk, és majd 10 000-en voltak a stadionban, tehát majdnem tele volt a stadion. És azért máshol is vannak ilyen szép nézőszámok. Vannak, igen. Most nyilván egy Steaua Dinamo meccsre ott megtelik a stadion, tehát ott tényleg nagyon sokan vannak. Egy Csesszemeszteljás meccsre már nem annyira jönnek az emberek. Na most ugye tavaly nyáron a Magyar NB egy kiesőjétől a Kaposvárról igazoltál a román élvonalba, akkor jutott fel a Jász, 1+1 évre mentél, ott vagy még most is, benn maradtatok, mennyire elégedettek veled, illetve neked hogy tetszik a hely? Én úgy érzem, hogy maximálisan meg vannak velem elégedve, igazából ezért sem éreztem annyira tragikusnak ezt a bekiabálást, vagy ezeket a ritmusoknak a skandálását, mert úgy érzem, hogy itt szeretnek és megbecsülnek, és ezért nincs okom arra, hogy azt érezzem, hogy tényleg nem szeretnének azért, mert magyar vagyok. Igen, 1+1 évre jöttem, sikerült kiharcolni az első évben a bennmaradást, a klub élt az opciós jogával, és tovább hosszabbította ugye ezt a +1 évvel a szerződésemet, amit egyáltalán nem bánok, mert szeretek itt lenni, már megszoktam a várost is, úgyhogy jó érzem itt magam minden tekintetben. Igen, nem rossz hely az, szerintem jó kis város, egyetemi város, jó hangulatú. Milyennek látod a játékminőséget, a román élvonal játékminőséget a Magyar NB1-hez képest? Mondjuk a Jászvásár hanyadik lenne a Magyar NB1-ben? Hát ezt így nehéz megmondani, szerintem ott lennénk az eleje felé. Tehát remélem, hogy sikerül ugye idén egy jó eredményt elérni itt, úgyhogy ebből kiindulva én a román bajnokságnak a színvonalát erősebbnek ítélem, mint a magyart. Elsősorban ez abban nyilvánul meg, hogy itt az iram azért jóval nagyobb. Igazából a játékosok mindent megtesznek a pályán, tehát minden labdáért meg kell harcolni, többet kell futni, tehát elsősorban szerintem ez a mi különbség. Technikailag szerintem hasonló színvonal, mint a magyar. És végül azt mondd meg, hogy ezek szerint, hogyha szeretsz ott lenni, jól érzed magad, most a felsőházba törekedtek, ott billegtek éppen a 7. helyen, hogy a felsőházba is felkerüljetek a 14 csapatos ligában, szóval akár maradnál még további évekre is? Hát ezt így nehéz megmondani előre, függ attól is, hogy hányadik helyen végeznénk. Ugye nyárig szól a szerződésem, meglátjuk, hogy milyen lehetőségeim lesznek, és akkor mérlegelek. De mindesetre magyarként Romániában egyáltalán nem rossz dolog focizni. Nem, egyáltalán nem rossz. Lukács, hát megvolt, akkor a klubot megbüntették, a példastatuálás megtörtént, neked pedig hát egy eredményes tavaszt kívánunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Szia! Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra.